mindig megdöbbent engem a baloldalnak a belterjessége, tehát hogy meg se próbálnak a látszatra adni, és ez ugye vagy a megszokásból ered, tehát abból, hogy hozzá vannak szokva, vagy ezek nem szoktak kiderülni. Most azért már 14 év után hozzászokhattak volna ahhoz, hogy róluk is ki szokott derülni, aminek ki kell derülnie, tehát van ebben egy gyönyörű szép kölcsönösség. A másik pedig az, hogy ugye azért valódi munkát is lehet egy önkormányzatnál végezni. Marha egyszerű, hogyha azt a fajta narratívát nézzük, amit Karácsony Gergely számtalanszor említ, hogy Budapest köztársaság, nagy városállamnak tekinti ezt a 2 milliós metropoliszt, akkor lényegében elmondhatjuk, hogy ebben a metropoliszban ők uralkodnak, tehát lényegében ez a pofátlanság rögtön meg is van magyarázva, puhára fognak mindig esni, és a félelemérzet legkisebb jelét nem látjuk rajtuk. Eszembe jut az, ahogy Karácsony Gergely neki látott 2019-ben a munkának, hogy most összes szerződést bekérjük, átnézzük, a teljes tarlósírát átvilágítjuk, és valójában egyetlen egy ügy nem lett a két ciklust tekintve, ehhez képest az 5 éve egy veszőfutás, és kerületi szinten is a szövetségeseiről kiderül, azért a délpesti régióban is több kerületet tudnánk mondani, ahol függőben lévő büntető gyanús ügyek vannak, de hogy ezek mennyire fognak hatni, azért bízunk benne, hogy a választók legalább tudni fognak ezekről a hírekről, és az alapján tudnak dönteni.